Gurjunk bele! Játékosan találgatták a kis ovisok, vajon milyen hangszer van a kézben. A mesébeszőt bemutatón keresztül az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak köszönhetően a részfúvós hangszercsaládot ismerhették meg a gyerekek. Nagyon fontosnak találjuk, hogy minél kisebb korban találkozzanak a hangszerek hangjaival. Ezek nyilván később magukról, a hangszerekről alkotott képek is befolyásolják, hogy egyáltalán elkezdenek valamilyen hangszeren tanulni. Ezek az élmények felkelthetik a későbbiekre nézve az érdeklődésüket, és hát bízunk benne, hogy a zeneiskola tagjai között tudhatjuk nem sokára őket is. A ligetsori ovisoknak már ismerősek lehettek a megszólaltatott hangszerek, az intézménybe járó gyermekek már nem első alkalommal vettek részt hangszervarás programon. Az elmúlt években is részt vettünk ebben a programsorozatban. Az idei nevelési évben másodszor van szerencsénk, hogy megtekinthetjük. Azon túl, hogy a gyermekek újabb ismereteket szereznek, élményhez is jutnak, és olyan megtapasztalások, ismeretek is birtokába jutnak, amelyet mi óvodapedagógusként nem biztos, hogy itt az intézményben biztosítani tudnánk számukra. Mészáros Attila alpolgármester elmondta, a város kulturális életének egyik kiemelkedő intézménye az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, amely a legkisebbektől a legidősebbekig igyekszik minden zenei igényt kielégíteni. Nagyon örültünk, hogy néhány évvel ezelőtt zenepedagógus kollégám Anna segítségével elindulhatott ez a zenevarázs program, hiszen fontos, hogy a kisgyermekek nevelése tekintetében is a zenének milyen fontos szerepe van, és e tekintetben pedig fontos a szimfonikus zenekar hangszervarázs sorozata. Az alpolgármester hozzátette, a zene segít felkészülni lélekben is a közelgő ünnepre. A következő napokban 19 óvodában közel 1500 gyermekhez jut el a hangszervarázs program.